Tisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Ha visszaszállunk az első húsvét és első pünkösd idejére, akkor azt lehet mondani, hogy köztes időben vagyunk, hiszen túl voltak már az apostolok a nagy megrázkódtatáson, Jézus halálán, és a fölfoghatatlan örömön, hogy találkoztak a föltámadottal, de még mindig egy ilyen várakozó állásponton voltak, hiszen maga Jézus mondta nekik, maradjatok a városban, még el nem küldöm atyám megígért ajándékát, azaz a Szent Lelket, a harmadik isteni szemét. Persze ők ezt így nem tudták még, hogy ez az első, második, harmadik isteni személy ezt később fogalmazta meg, s tette hittétellé az Anya Szent Egyház, de a lényege már megvolt, hiszen az Úr Jézus már a keresztelést is az Atya, Fiú és a Szentlélekben történt szertartáshoz kötötte. És várták a Lelket, a Szent Lelket, és ugyanúgy vagyunk mi is, ti is, kedves birmálkozók. Ez volt a bevezető ének is, hogy jöjj Szent Lélek, Úristen! A Szentlélekről olyan lassacskán tudtak meg még az apostolok is többféle ismeretet. Valami halvány tudásuk volt már az Ószövetség alapján is, hiszen ők jól ismerték a zsidó nép Bibliáját, amit mi ószövetségi szentírásnak mondunk, amiben már jelzések voltak, hogy elküldi az Úr a lelkét, és a Messiás is, aki majd el fog jönni, akit Jézus Krisztussal azonosítottak, telve lesz a Szent Lélekkel. Izaiás próféta arról jövendölt, hogy rajta lesz az Úr lelke, és pontosan azok a lelki tulajdonságok, amit ti megtanultatok, gondolom, és biztos is vagyok benne, a vizsgák alkalmával, hogy melyek azok az ajándékok, amit a Szentlélektől várunk, azok Jézuson, az ő emberi természetén már ott volt. Mindegyik, sőt azon túl is, karizmatikus erővel bírt Jézus Krisztus emberi természetében. És ő ezt a lelket adta tovább, és megígérte, hogy mindannyiunkra, akik kérjük és várjuk, elküldi az Atya ajándékát. És az első keresztények ezt látványosan meg is élték. Később pedig már ez volt a szempont, amikor valakit kiválasztottak, hogy alkalmas egy tisztségre az egyházban, hogy vajon találkozott-e a Szent Lélekkel. Talán föl tudjátok idézni azt a szentírási részt, amikor az apostolok azt mondják, hogy hát ne végezzünk mi mindent, itt van a karitás, a szeretett szolgálat, azt is fontos, hogy végezzük, de hát mindenre nem futja az erőnkből. Mi jobb, hogyha az ige hirdetésnek, az evangélium szolgálatának, s magának, az eukarisztiának szentelik az életüket. És ekkor kiválasztanak olyanokat, akik a Szentlélekkel elteltek. Szent István diákonusról is, akit aztán
meg is öltek, vértanúvá vált, azt írja az apostolok cselekedete, hogy telve volt szent lélekkel. Hát hogy van ez? Az mérhető? Olyan, mintha egy üvegbe töltünk valamit. Éppen tegnap arra lettem figyelmes, az előttem lévő autó valószínűleg sörreklámozó autó lehetett, mert a hátulján ott volt egy fölírás, és ott volt egy dobos sör, mellette egy pohár teli sörrel, és hát ez a fölírás, hogy a világ annyi, amennyit beletöltesz. Mondjuk szellemesnek tűnik, de hát azért jellemző a mai emberre, hogyha a világot az jelenti számára, hogy iszik egy pohár sört. A világ sokkal több ennél, hát még akkor az Isten világa, az egészen más és egészen több ettől. De az hogy lehet mérni? Mi mutatja azt, hogy telve van valaki szent lélekkel? A lélek az hatásaiban mutatkozik meg. Mint amikor valamelyik kötök azt mondja a másikra, hogy ez egy jó lelkű. Ez oda mehetsz, ez jó lelkű. De miben mutatkozik az meg, hogy jó lelkű? A cselekedeteiben. Mert így önmagában nagyon nem lehet megállapítani valakiről, csak amikor már mond vagy tesz valamit, hogy milyen. Na most a Szentléleknek az ajándékai éppen abban mutatkozik meg, hogy ki hogyan éli meg a Jézus Krisztus tanítását és a Krisztus követést, és hogyan keresztény. Mert a keresztény szó az nem más jelent, mint krisztusi embert, Krisztus követőt. És hogyha az ajándékokra gondolunk, akkor már magadon is föl tudod mérni azt, hogy vajon én a Szentlélek adományaiból mennyit kaptam meg? Mennyit tudok kamatoztatni? Hogyan tudom megélni? Hát csak vegyük sorra röviden, de nagyon röviden. Ott van az értelem lelke. Az értelem lelke az azt jelenti szó szerint, hogy eligazodok a hit igazságokban. Valakinek olyan bonyolult még egy szentmise is. Látjuk azt, amikor bejönnek a gyászmisékre, olyanok, akik sose szoktak járni, hogy nézik a másikat, hogy most föl kell állni, le kell ülni, le kell tédelni, mit kell csinálni. Teljesen járatlanok. Nem beszélve a Szentírásról. Annak hiába mondanám, hogy Izaiás könyve, ha nem tudja. Tehát, hogy eligazodok a hit igazságokba, ebben segít az értelem lelke. De ebben nagyon nagy távlat van, mert még a papok sem mondhatják azt, hogy ők teljességgel mindent tudnak. Még a római pápa is nagyon óvatos, csak azt mondja, hogy akkor tévedhetem, hogyha az egész egyház nevében és ünnepélyesen nyilatkoztat ki itt és erkölcsbeli dolgokat. Tehát itt nagyon nagy a kifutó pályánk, hogy a hit igazságait megismerjük. A tudomány lelke, hogy a világ tudományából ne arra következtessünk, hogy nincs Isten, hanem pontosan az ellenkezőjét. Amikor én voltam ilyen korú gyerek, mint ti, akkor kommunista időkben, hát ilyeneket állítottak, hogy nem is lehet tudós ember Isten hívő, mert Isten az mese, a világ meg magától van. Hála Istennek, hogy ez már teljesen megfordult, mert ma is van ateista tudós, de azért a szíve mélyén
a legnagyobb tudósokban mindig ott él az Isten hit. És éppen ezért az a tudás, amit majd megszerzel magasabb fokon, az közelebb vigyen az Istenhez. Erre való a tudomány lelke. A bölcsességnek a lelke, az nem arra kell gondolnod, hogy 90 éves öreg korodban majd akkor látod, hogy hát mit kellett volna jól tenned, és mi az, amit elhibáztál. Mostani eszemmel már tudnám, mondják sokan, nem. Neked már most is bölcsnek kell lenni, hogy az élet állapotodnak megfelelő módon kell élned, hogy később se bánd meg, ahogy most élsz. Ez a bölcsesség lelke, hogy hosszú távon ne csak hónapra gondolj, meg arra, hogy hát majd leérettségizek, még a diploma is kevés. Hosszú távon, hogy emberi életem szempontjából mi a jó. Ha most is erre törekszel, akkor bölcs vagy. És hát ilyen emberek tudnak jó tanácsot adni a másiknak, mert megkérdeznek bennünket, mi a véleményed róla. És hát nem mondhatjuk azt, hogy hát fogalmam sincs, halvány lila dunstom sincs valamiről. Főként, hogyha hitbeli dolgokról kérdeznek, akkor tudjál tanácsot adni. Erkölcsi és hitbeli kérdésekbe, hiszen annyi olyan osztálytársatok van, aki teljesen ismeretlenül áll erkölcsi és hitbeli kérdésekkel kapcsolatosan is. Aztán ott van a jámborságnak a lelke. Hát ez egy ilyen régies szó, de azt kellene mondani, hogy az igaz vallásosságé. Hogy ne az legyen most a célod, hogy jó, lebírmálkoztam, aztán majd esetleg úgy esküvő táján még valami eszembe jut. Mert ha benned van a jámborság lelke, akkor nem hagysz föl vele. Akkor őszinte meggyőződéssel maradsz vallásos keresztény embernek. De hát ismerjük magunkat, hogy annyi mindent elhatározunk, és sose visszük végbe a jó feltételeket, csak ritkán. Hát éppen ezért kell az erősség lelke, hogy kitartsunk, hogy ne ilyen szalmalánk módon, hogy vannak olyan lelkesült pillanataink, mert aki csak az érzelemre épít, az homokra épít. Az erősség lelke, az megadja a hűséget, majd az élet állapotodban is. Ha házasságot kötsz, ahhoz is kell kérni az erősség lelkét. Hiszen a házasságok, én nem tudom hány százaléka, de több mint fele fölbomlik. Nem kérik az erősség lelkét, de vonatkozik a papságra, a szerzetességre is. Én magam is kérem az Istentől, hogy ha már elvállaltam, akkor maradjak hűséges, amíg élek. És te is ezt kérd, hogy abban a hivatásban, amelyikre rászántad az életedet, ne légy hűtlenné. Ehhez kell az erősségnek a lelke. És hát ezek az ajándékok, azok, amelyek be kell, hogy töltsék a te életedet, mert nélküle lehet élni, de nem keresztény módon. És ezért is hívjuk, várjuk, kérjük a Szentléleknek az ajándékát az életünkre. És ez olyan, hogy fogadni kell. Én nagyon sokszor adtam szívesen gyerekeknek könyveket. Már nem adok, mert nem igen olvasnak. Volt, amelyik meg is mondta, hogy ne tessék adni, úgyse olvasom el. Na hát nem így kell lenni a Szentlélekkel. Mert én azt mondom neked majd itt a bérmálásban, hogy vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Ne olyan legyen, mint ha kapnál egy könyvet, azt teszed félre, hanem azt fogadd, azt a szent lelket, és élj
a Szentlélekben, és kérd az ő kegyelmét, ajándékait, hogy jó Krisztus követő lehessél, és a Szentlélek megadja azt, hogy lelkes ember tudjál lenni, és örömmel legyél keresztény. Nagyon sok depressziós ember van. Részben betegség, de részben életforma következménye. Mert az, aki fiatalon kiéli magát, az már nem tud semmi lelkesedni. Az tényleg depressziós lesz. Neked azt kell kérni, hogy mindig legyen benned lelkesültség, legyen benned meg a keresztény életnek az öröme, hogy örömmel legyél keresztény, a nehézségek közepette is. Hát én ezért imádkozom, ezt kérem számotokra a Szentlélek Úristentől, és így adom ezt a szentséget, és ilyen lelkülettel fogadjátok. Amen.